Igen, hát óriási győzelmet arattunk. Az első bajnoki mérkőzést ugye vereséggel kezdtük Majoson, ami egy nagyon, nagyon érzékeny pont volt nekünk, szerettünk volna jobban kezdeni. És ugye ez a második forduló itthon, hazai pályán óriási energiákat kellett mozgósítanunk annak érdekében, hogy nyerjünk. Tudtuk, hogy fiatal csapattal érkezik a Kecskemét, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen stabilan és ilyen összeszedetten játszanak, ilyen taktikusan. Úgyhogy nagyon fontos 3 pontot szereztünk. Ezután is gratulálok a kecskeméti fiataloknak, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. De az hatalmas dolog volt számunkra, hogy itthon tudtuk tartani a 3 pontot a hazai közönség előtt, és első győzelmünket szereztük meg az NB3-ban.